Megjelentek a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alappályázatai. Folyamatban van egy termál kútfúrás a Topolyán. Az árutartalékok megkezdte a kukorica felvásárlását. Marad az enyhe időjárás. Köszöntöm a kedves nézőket, Önök november 7-i híradónkat látják. Folyamatban van egy termál kútfúrás a Topolyán, a lebontott Vénusz szabadidőközpont egykori területén. Kislinder Gábor polgármester a helyszínen járt munkatársaival és médiaházunknak nyilatkozva elmondta, hogy tulajdonképpen két kútfúrása kezdődött meg, a termál vizes közel 500 méter mélységig hatol, ahol 40 fokos termálvíz lelőhelye van, és ami a felszínre hozva is még, mintegy 37 fokos lesz majd. Ezt az ott tervezett fürdőkomplexum medencéjének feltöltése mellett az objektum fűtésére is fel lehet majd használni, de más objektumok fűtését is meg lehet majd oldani vele. A másik kút 120-130 méterről hideg vizet biztosít majd a komplexum ellátására. Tervben van egy gyermekmedence kialakítása is, és a tágabb értelemben vett komplexum keretében jövőre megkezdik az új stadion építését is. A kutak fúrása 25 millió dinárba kerül, amit a költségvetés eszközeiből különítettek el. A teljes komplexum tervezése és kivitelezése pedig már a jövő év elején meg is kezdődhet. Egy fürdőkomplexum kiépítését tervezik ide az egykori Vénusz szabadidőközpont helyére, és most megkezdődött egy termálkútnak a kifúrása. Igen, ma kezdtük el a termálfúrt. Tudjuk azt, hogy a közbeszerzés megtörtént, terveztetések megvannak. Két kút fúrásáról lévén szó, egy 440-50 méteres kút termálkút fúrása, és egy 120 méteres hidegvizes kút fúrása. A fürdők, vagyis a zárt medencék működtetéséhez elegedhetetlenül ezt a két kutat fordjuk, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy a stadion építése is folyamatban, a terveztetése, tehát ezt úgy kell tekinteni, hogy egy komplet komplexről van szó. Most az engedélyeztetése a kutaknak megtörtént, ma elkezdtek a munkák, a Hidrogeocentar Lestange egy nevű cég fúrja a kutat. Én azt gondolom, hogy a kutak, a határidők azok 45 nap, lévén ha két kútról van szó, és két furat, ugye egy kisebb furat és egy bővítése, vagyis egy végleges furat, tehát ez 10 naponként elkészül az első furat. Én azt gondolom, hogy az időt tudják tartani, egy kicsit az idős rásegít erre, akkor ez rendben lesz. A munkálatok értéke pályáztatása alapján 25 millió dinár. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy elkezdődjön a fúrás és a kút minőségének megállapítása, tehát utána vízkivizsgálás fog történni pontosan azért, hogy tudjuk azt, hogy a régi kútfúrásnál, a régi Vénusznál egy külön probléma volt az, hogy milyen minőségű és vegyi anyagú vízzel vagyunk szembe, tehát terveztetni a bazint úgy kell, hogy amilyen vizet tanálunk, olyan anyagból kell készíteni a medencét, nehogy az legyen, ami volt a régen, hogy aztán egy bontás következzen utána, ha végetszer egyszer elkészül. Ezen külön oda kell figyelni, én azt gondolom, hogy ez rendben van, a terveztetés is már folyamatban van, én gondolom a idei év végére a terveztetés és az engedélyeztetése is meg kell, hogy történjen, lévén arról van, hogy egy mezegvizes ülő medencének a készítése vagy terveztetése van folyamatban, egy mély bazén, vagy hidegvizes bazén és egy gyermek bazén terveztetése van folyamatban, tehát három bazénról, abból egy a rendes méretű bazén, egy gyermek bazén és az idősebbeknek, vagy hát mindenkinek egy melegvizes bazén tervező, és azt gondolom, hogy ennek az elkezdését, tehát a folyamat olyan, hogy január, februárban, amikor már az idő megengedi, akkor el lehet kezdeni ezt is. Időközben én azt gondolom, hogy a stadion, tehát a futballpályának a terveztetése is elkésül, és azt gondolom, hogy ez egy Topolyán régen és nagyon régen várható volt ez, hogy már megtörténjen egy olyan befektetés, akire mindenki odafigyel. Itt én azt gondolom, hogy ezt a határidőkben és a szerződés folyamán betartatunk minden határidőt, hogy ez akkor, amire meg lesz ígérve pontosan, hogy mennyibe kerül, mennyi abba az árakba bele tudjunk férni, és ugyanakkor azt gondolom, hogy a határidőket azt még mindenféleképpen tartani kell. Topolya község mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapja megjelentette pályázatait a mezőgazdasági termelők számára. Összesen 10 millió dinárt irányoztak elő ebben az évben támogatásként odaítélni.
Topolya község önkormányzata október 18-án megjelentette a mezőgazdasági termelők részére előirányzott pályázatokat. Ezek a pályázatok a Topolya községi mezőgazdasági és vidékfejlesztési programmal állnak összhangban, amelyre a mezőgazdasági minisztérium megadta az előzetes jóváhagyást. Ami az idei évi pályázatokat illeti, 6 támogatási formát láttunk elő. A támogatási keretnek az összértéke az 10 millió dinár. 2016-ban ez az érték 6 millió 900 ezer dinár volt, tehát nominálisan 3 millió 100 ezer dinárral növekedett a folyó évben a támogatásokra előirányzott összeg. 2016-ban 3 darab támogatási formát láttunk elő, míg 2017-ben 6 támogatási forma szerepel a mezőgazdasági fejlesztési programban. Az első támogatási forma az a reproduktív anyag, tehát a reproduktív anyagok, azaz a mesterséges megtermékenyítésnek a költségeinek a társfinanszírozása. Itt a keretösszeg az 1 millió 200 ezer dinár, és a költségeket 100%-ban megtéríti az önkormányzat, maximum 15 ezer dinár értékben felhasználónként. A második támogatási forma az a hiteltámogatás, tehát itt ugye a mezőgazdasági kölcsönökre gondolunk. A folyó évben kifizetésre kerülő kamatnak a 75%-át téríti meg az önkormányzat, maximum 30 ezer dinár értékben, és itt a támogatás előlátott keretösszeg 2 millió 200 ezer dinár. A harmadik támogatási forma az a tenyészállomány vásárlása, mégpedig a törzskönyvezett juhoknak a beszerzése. Itt a keretösszeg 450 ezer dinár, és az önkormányzat a költségeket 100%-ban megtéríti, maximum 30 ezer dinár értékben felhasználónként. A negyedik támogatási forma az a biztosítási prémiumnak a társfinanszírozása. Itt a keretösszeg 2 millió 750 ezer dinár, és a kifizetendő prémiumnak a 40%-át társfinanszírozza az önkormányzat, maximum 30 ezer dinár értékben felhasználónként. Az ötödik támogatási forma az az állatorvosi költségek társfinanszírozása a szarvasmarha és a sertéstenyésztők számára. A keretösszeg 2 millió 700 ezer dinár, és az önkormányzat 100%-ban megtéríti a költségeket, maximum 30 ezer dinár értékben felhasználónként. A hatodik és egyben utolsó támogatási forma a piaci standok bérleti díjának a társfinanszírozása. Itt a keretösszeg 700 ezer dinár, és a költségeket 100%-ban megtérítjük, maximum 12 ezer dinár értékben felhasználónként. Amit még el tudunk mondani, az az, hogy a következő évben biztos, hogy lesz egy új támogatási forma is, mégpedig a méhészek részére előirányzott támogatás. Mégpedig azért, mert a 2017-es évben a gunarasi, a nyegosolyvói és a zentagunarasi kataszteri községben több mint 600 méhcsalád pusztult el. Ezeknek a mezőgazdasági termelőknek szeretnénk segíteni a 2018-as évben, és ők biztos szerepelni fognak a jövő évi mezőgazdasági fejlesztési programban. Ami a feltételeket illeti, tehát mindenkinek aktív, regisztrált gazdasággal kell, hogy rendelkezzen. A gazdaságnak Topolya területén kell, hogy legyen bejegyezve, és a harmadik feltétel pedig az, hogy a közbevételek címén a pályázó nem tartozhat, tehát nem lehet tartozása az önkormányzat irányába. A köztársasági árutartalékok igazgatósága 21.739 tonna tavalyi és idei termésű kukoricát vásárol fel, kilóját 23 dinárért. Bejegyzett magángazdaságok tulajdonosaitól, földműves szövetkezetektől, valamint az árutartalékok igazgatóságának felhatalmazott magtáraitól vesznek át kukoricát. Az érdekeltek október 31-től jelentkezhetnek az Újvidéki Terménytőzsde honlapján, minden munkanapon 9 és 14 óra között a következő címen www.proberza.copen.rs. A kukorica átadásáról szóló dokumentáció eljuttatásától számított 15. napon belül ki is fizetik a terményt, egy-egy bejegyzett gazdaságtól legkevesebb 10, legfeljebb pedig 100 tonna kukoricát vásárolnak fel.
Két év kihagyást követően a hazai villanyóra gyártók ismét részt vesznek a szerbiai villanygazdaság nemzetközi versenypályázatain, és összesen mintegy 100 000 villanyórát gyártanak le 10 millió euró értékben. Jovan Vujasinović, a szerbiai gazdasági kamara elektromos villamossági és optikai berendezés gyártók csoportosulásának elnöke egy sajtóértekezleten elmondta, hogy a hazai cégek az idén több versenypályázatot is megnyertek, és eddig 34.405 villanyórát gyártottak és szállítottak le az EPS-nek. Folyamatban van a Világbank által finanszírozott szerződések realizálása, ezek több mint 20 000 villanyóra gyártásáról szólnak, és hamarosan újabb szerződés is várható a villanygazdasággal, és ez további 40 000 óra leszállítására vonatkozik majd. Mindez azt jelenti, hogy Szerbiában megszűnik a villanyóra hiány. A nyugdíjbiztosítási szervek szakértői tanáccsal látják el azokat, akik korábban Magyarországon is munkát vállaltak és vállalnak a jövőben. A Magyarországi Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Köztársasági Nyugdíjbiztosítási Alap 2017. november 9-én 10 és 17 óra között nemzetközi tanácsadói napot tart Újvidéken a Tartományi Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap Búzatér 3-as szám alatti épületében. Hasznos információkat kaphatnak mindazok, akik a teljesített munkavégzésük és szolgálati idejük alapján mindkét országban nyugdíjjogosultságot szereztek, vagy szereznek a jövőben. Az érdeklődők előzetes időpont egyeztetés céljából a 021 487 75 63-as vagy a 021 48 77 545-ös telefonszámot hívhatják. Kötelező a védőoltás felvétele Szerbiában, mert enélkül nem iratható be a gyerek az óvodába. Figyelmeztetést is mellékelnek ezentúl az iskoláskor előtti intézményekbe történő beiratáshoz, szükséges igazoláshoz, ha egy gyerek nem vette fel a kötelező védőoltásokat, jelentette ki Verica Jovanović, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója egy belgrádi egészségügyi konferencián, ahol egyben felszólította a szülőket, hogy gondoskodjanak gyerekeik immunizációjáról. A kanyaró elleni védőoltásra szükség van, mert ez minden szerbiai polgár érdeke, húzta alá Jovanović. Vickó Ferenc, az egészségügyi minisztérium államtitkára elmondta, Szerbiában egyértelmű törvényi szabályozás van érvényben, mégpedig az, hogy a védőoltás felvétele kötelező. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a vakcinációnak a megfelelő szinten kell lennie, mert ellenkező esetben veszélynek vannak kitéve azok, akik egészségügyi okok miatt nem vehetik fel a védőoltást, és könnyen alakulhat ki járvány is. A tartományi kormány határozatot hozott arról, hogy a tartományi költségvetésből több mint 10 millió dinárt különítenek el a vajdasági iskolák felújítására. A Bajsai Testvériség Egység Általános Iskola 5 millió 900 ezer dinár értékű támogatásból a tornatermet újíthatja fel. A Topolyai Művelődési Ház az idén is megszervezi a hagyományos mézes kalács formációk és karácsonyi ikebanák és díszek kiállítását. Az egyének és csoportok a kiállításon való részvételi szándékukat legkésőbb december 8-áig jelezhetik személyesen a Művelődési Házban vagy a 713 515-ös telefonszámon, illetve mondok egy e-mail címet is, kultura@sötetsable.net. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára december 14-én 16 óra 30 perckor kerül majd sor, ezután pedig minden nap látogatható lesz a rendezvény egészen december 22-éig. Az elkészített munkákat december 12-én 9-től 17 óráig lehet majd átadni a mozi előcsarnokában. A szakzsűri véleményezése alapján a legügyesebbek minden kategóriában díjakat kapnak. Ebben az évben is számít a kiállítás látogatóinak véleménye. A legtöbb szavazatot begyűjtött munkák szintén díjazva lesznek majd. A szavazók között pedig a kiállítás zárása alkalmával kisorsolják a művelődési ház ajándékát.
Szerbiában az év első 9 hónapjában a fogyasztók összesen 12.823 alkalommal tettek panaszt, amiatt, hogy az általuk megvásárolt áru nem felelt meg a minőségi követelményeknek. A legtöbb reklamáció a lábbelire és a mobiltelefonokra vonatkozott, mondta Vesna Novákovics, a kereskedelmi miniszter segédje a Béta hírügynökségnek. A beérkezett panaszok 20%-a a lábbelik minőségére érkezett, 12%-uk a mobiltelefonokra vonatkozott, majd ezt követték az áram, víz és gázszolgáltatókra vonatkozó panaszok 7,8%-os arányjal, ezután pedig a számítógépekkel és IT felszereléssel kapcsolatos panaszok következnek, amelyek a beérkezett panaszok 5,6%-át képezték. A szolgáltatás minősége mellett panasz volt arra is, hogy a reklamáció során nem tartották tiszteletben a fogyasztók jogait, nem adtak számlát, vagy az áron feltüntetettnél magasabb áron számláztak. Az áramelosztó topolyai részlege értesíti a lakosságot, hogy áramszünetre, kikapcsolásra számíthatnak, mégpedig november 8-án, szerdán, Tornyoson, Búránysoron és Keviben. Az áramkimaradásra mindhárom településen 9-től 10 óra 30 percig számíthatnak a települések egész területén. A november 4-ére meghirdetett topolyai nyílt egyéni sakkbajnokság kezdetét elhalasztották. A szervezők közleménye szerint a sakkozók közül sokan kérték a halasztást, ezért döntöttek úgy, hogy későbbre teszik a 3 hetes torna kezdetét. A torna így most november 27-én kezdődik majd. A topolyai nyugdíjas sportolók csapata az idén Vrnyacska Banyán megtartott bajnokságáról 2 díjat is hazahoztak. Első helyezést értek el pikádóban, valamint 3. helyezettek lettek labdarúgásban, ami a versenyen kapura rúgásban valósult meg. 3 fős csapatok indulhattak, vegyesen nők és férfiak. A topolyai csapat tagjai Balog Jolán, Palusek István és Pastyik Béla voltak. Stafétában, sakkban, céllövészetben, pikádóban, labdarúgásban, kosárlabdában és horgászatban is összemérték erejüket a nyugdíjasok. Összesítettben 192 csapat közül a topolyai nyugdíjasok az előkelő 8-ak lettek. A Topola kosarazói az első Szerbliga bajnoki fordulójában hazai pályán a Bégaszentgyörgyi Szvéti Gyorgye csapata ellen 71-77 arányban alul maradtak. Csapatunk most 1 győzelemmel és 5 vereséggel sereghajtó a ligában. A következő ellenfél idegenben a kevevári Rádnicski. Híradónk végén az időjárásról: szerdán többfelé számítani kell esőre, ugyanakkor helyenként a keleties szél is megélénkül. A csapadékos tájakon 7 és 11 fokokat mérhetünk, máshol 12 és 14 fok közötti értékeket. Csütörtökön a délelőtti órákban még sokfelé eredhet el az eső, ködös párás reggelre számíthatunk. Gyenge, illetve mérsékelt marad majd a keleti szél. Napközben 8 és 12 fok közötti értékekre van kilátás. Pénteken ismét gyenge, illetve mérsékelt marad majd a légmozgás, emiatt reggel újra pára, illetve ködfoltok képződhetnek. Sokfelé több órára kisüt majd a nap is napközben azonban, de helyenként kisebb záporokra is számítani kell. Kedves nézőink, Önök november 7-i híradónkat látták. Nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az Önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánok Önöknek, a viszontlátásra!